Az elmúlt 26 évben az Y elágazáson zajló munkálatok többször leálltak, majd újra kezdődtek. Idén áprilisban folytatódhatnak a munkálatok, mondta Kernimre. Az építésügyi közlekedés és infrastruktúrális minisztérium VMS-es államtitkára kifejtette, az idei évben a köztársasági költségvetésből 197 millió dinárt különítettek el erre a célra. Hangsúlyozta a rendelkezésre álló forrásokból egy 30 milliót a terv dokumentáció kidolgozására fordítanak, a forrás maradékát pedig az elágazás munkálatainak kivitelezésére költenék. A 167 millió dinárból pedig kb. 2 kilométer tudunk befejezni a 267 kilométerből. Ezt a két kilométert úgy gondoltuk, hogy legcélszerűbb arra fordítani, hogy az autópályától a békovai Útig mindenféleképpen befejezzük, mert hogyha ez befejezésre kerül, akkor Szabadka déli része még egy csatlakozást kap az autópályára, tehát ez főleg a Sándor ipari övezet, illetve a Sándor és a Szabadka déli részén lakó polgárok számára lesz értek, és ez a leágazás, hiszen sokkal rövidebb és gyorsabban megközelíthető, mint Palicson, vagy pedig a Zentai úton keresztül. Az államtitkár a szerb-magyar határátkelőkről is beszélt. A tavalyi évben megnyílt a Horgos Röszke II számú kis határátkelő. Ez az átlépő már a személyforgalom előtt is nyitva áll. Akik ezen az útvonalon szeretnének eljutni az Európai Unióba, azok ezt 7 és 19 óra között tehetik meg. Kerlimre elmondta, hogy az elkövetkező időszakban több kisebb átjáró kiépítését is tervezik. Az egyik zombor község területén a Hadikháza és Bács-Szentgyörgy között, illetve Rastina a szerb nevennek a falunak a bekötő utak építése IPA programból lesz majd valószínűleg fedezve. ez valószínűleg 17 közepén, illetve 17 végén nyílhat meg. A másik ilyen határátjáró pedig a Kübekháza Rábé, ez Bánátban van. Ennek a megnyitását úgy gondoljuk, hogy az IPA pályázati ciklus vége felé, tehát 2019-2020-ban tudnánk elérni. Az államtitkár reményei szerint az Y elágazás teljes, 28 kilométeres szakaszának kiépítésére 2018-ban kerülhet sor. A legutóbbi kalkulációk értelmében a munkálatok befejezésére még legalább 15-16 millió euróra lenne szükség.